Jó estét kívánok! Ez a Művész Bejáró Békés megye kulturális magazinja. A kormány rendelkezései szerint a Békéscsabai Jókai Színház is bezárt a közönség előtt. A zárt ajtók mögött azonban változatlanul folyik a munka. A Művész Bejáró ma esti vendége Seregi Zoltán, a Jókai Színház igazgatója. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ezt leveszem most erre az időre, mert gondolom, hogy a TV képernyőn keresztül nem terjed a vírus. Szeretettel üdvözlöm én is a kedves nézőket, és önt is. Igen, éppen ezért Skype kapcsolaton, online kapcsolaton keresztül folytatjuk ezt a beszélgetést is. Tehát november 11-től zárva tart a Jókai Színház. Eredetileg csak 30 napra szólt ez a bezárás, azonban a kormány meghosszabbította a szigorításokat január 11-ig. De több bemutatót is terveztek erre az időszakra, igaz? Igen, hát az egyiket sikerült is megtartani, hiszen a Hotel Mimózát nagy sikerrel sikerült bemutatnunk, még ezelőtt az időpont előtt. A november végi Pezsgős Vacsora című Verepes István rendezte vígjátékot, azt el kellett halasztanunk természetesen. A Családi Ágy című kétszemélyes darabot, amelyet Vartus Gyula és felesége Fehér Tímea játszik, egy házas párról szól egyébként, ezt január közepére terveztük, hát még ezt nem halasztottuk el, reméljük, hogy meg tudjuk tartani. A nehéz időkben mutatkozik meg igazán, hogy mennyire kreatív valaki, és a színháznál nincs hiány a kreativitásból, ugyanis streamelni kezdtek előadást, a Hotel Mimóza előadását. Hogy néz ki a gyakorlatban egy ilyen élő videó közvetítés? Hát ennek két fajtája van, mi mindegyiket kipróbáltuk, vagy kipróbáljuk és élünk vele. Az egyik az élő streamelés, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos időpontban adjuk le az előadást, amit csak akkor lehet megnézni, és van az, amikor üres nézőtér előtt lejátszuk az előadást, és egyenesbe közvetítjük. Ennek sok nehézsége van, technikailag elég bizonytalan, mert bármilyen internet kimaradás esetén komoly veszélybe kerülhet a közvetítés, úgyhogy inkább az előbbi fajtát választottuk, és ezt próbáljuk, ezzel próbálunk a közönségnek kedveskedni és elérni egyáltalán a közönséget. Egyébként még annyit hadd mondjak, hogy az előző kérdéshez kapcsolódva, hogy közben próbálunk is, mert hiszen a tavaszi leálláshoz képest most nem tiltották meg a belső munkát, tehát próbálunk, készülünk a bemutatókra, amik így nyilván csúszni fognak, de én nagyon bízom benne, hogy talán január végén már például a Pezsgős Vacsorát be tudjuk mutatni, és a Mimózát is tudjuk játszani. Azon kívül elkezdődtek a Trianon című történelmi zenés történelmi játéknak a próbái Koltai Gábor rendező vezetésével, aminek van egy érdekessége, hogy itt tér vissza a 93 éves vasdiplomás Daridai Róbert a Jókai Színház színpadán. Ez egy óriási dolog, azt hiszem. Robi bácsi nagy boldogan vállalta, sokat betegeskedett, de most már olyan állapotban van, hogy elvállalta a szereplést. Tehát gőzerővel készülünk, a streamerés, igen, az, amit az előbb elmondtam, ahhoz annyit tennék még hozzá, hogy a Hotel Mimózán lesz 14 streamer. A kettő menet óriási különbség mellett, szerte az országból és külföldről is, Angliából, Szlovákiából, Törökországból, és hát ez egy nagyon nagy dolog, hiszen szélesebb körösségünk, ez azt jelenti, hogy olyanok is veszek helyet, akik ugye nem tudnak eljönni különböző okok miatt a színházban, most a pandémia miatt, de egyébként Amerikából például nyilván nehezebb, de tudja nézni az előadásunkat, ott is megjelennek a művészeink. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Ami még fontos, hogy 14-én lesz még a Hotel Mimózának egy streamelt előadása, és ehhez kapcsolatban van egy játék a Facebookon, amin lehet nyerni színházjegyet, tehát akit érdekel a színházunk, az figyelje a Facebook oldalat, mert ott vannak a játéknak a szabályai és feltételei. Egyébként mennyire egyedülálló ötlet ez, hogy streamelnek előadást, akár így a magyarországi színházak között? Ebben kiemelkedik a Békéscsabai Színház, vagy máshol is jellemző ez a fajta közvetítés? Hát szívesen mondanám, hogy kiemelkedik, de ezt nem tudom mondani, mert ez
ez a lehetőség, hiszen ez az egyetlen lehetőség egy ilyen helyzetben, tehát ezt minden színház kiaknázza, úgyhogy nem vagyunk egyedül ebben, de ez nem is baj, hiszen az ország különböző területek, különböző színházai, akár Budapesten, akár más vidéki városokban fontos, hogy eljussanak a közönséghez egy ilyen helyzetben is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy minden színház ezzel tud élni. Egyébként valamennyire számítani lehetett rá, hogy újabb korlátozások, esetleg bezárások következnek. Hogyan készültek rá, milyen technikai előkészületeket igényelt például az, hogy így tudjanak streamelni, és kik segítették ezt a munkát? Hát vannak szakembereink, ugye itt van nálunk a Jókai Film, egy videótár, ahol a Színi Tanház fiataljai is dolgoznak, valamint Vámos Zoltán, aki ezt vezeti. Úgyhogy technikailag mi erre föl voltunk készülve, a jegyeladás és a bérlenteseknek a kuponjai, amit be tudnak váltani ezekre a streamelt előadásra, ennek a megszervezésének az egész adásnak a lebonyolítása az interticket rendszeren keresztül zajlódott, vagy zajlik, és azok a munkatársaink, akik ezt csinálják, azok előtte egy két hetes tanfolyamon vettek részt, amiben ezt megtanulták, hogy itt milyen dolgokat kell csinálni ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Tehát ilyen értelemben készültünk rá, hiszen várható volt valóban. De azért az nagy öröm, hogy próbálni legalább tudunk, mert attól is féltünk, hogy ugyanúgy, ahogy tavasszal, a próbálás is meg lesz tiltva. Tehát ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, hogy tudunk dolgozni azért. Maradjunk még kicsit ennél a témánál. Ugye most a közvetlen formában nem láthatták a közönség reakcióit, de mégis milyen visszajelzéseket kaptak a közönségtől az előadásról? Hát nagyon jó visszajelzéseket a helyi közönségtől is, és ami külön öröm, hogy olyanok, akik távolról, például volt egy olyan levélíró is, aki azt mondja, hogy hát ő még soha nem látott a Békés Csabai Színházban előadást, még nem is nagyon tudta, hogy van, és hogy milyen remek színészek vannak, és milyen jó volt ez az előadás. Tehát nagyon jó volt a visszajelzés, és tényleg ez a, hogy a saját közönségünkkel kapcsolatot tartunk, ez az egyik nagyon fontos része, de az, hogy ezáltal úgy tűnik, hogy új nézőket is tudunk nyerni, ami szintén nagyon, nagyon jó dolog, úgyhogy gondolkozunk is abban, hogy a jövőben, amikor már visszaáll a természetes rend a színházban, tehát a közönség látogathatja az előadásokat, akkor is megmaradna ez a lehetőség, hogy elérjünk olyanokat, akik nem tudnak eljönni, mert távol vannak, és akkor így kiszélesedik országosan, meg hát ugye távoli országok tekintetében is a közönségünk. A színészek, művészek hogyan alkalmazkodtak a furcsa helyzethez? Egy streamelt előadás olyan, mint mondjuk egy próba, vagy egy főpróba, vagy így is van egy külön hangulata, hogy nem nézők, hanem kamerák előtt játszanak? Tulajdonképpen van ilyen, hiszen a főpróbák során az utolsó előtti főpróba a bemutatóhoz képest, az általában még mindig ugyanúgy közönség nélkül zajlik, tehát voltak már ilyen helyzetben. Itt mondjuk azért volt furcsa, mert már lement három előadás, ahol a közönség reakciói azok mindig egy picit alakítanak az előadáson, főleg egy vígjátékon. És ez most hiányzott, tehát itt hozzászoktak már a közönséghez egy kicsit, és utána kerültek olyan szituációba, hogy nem volt közönség. Tehát ott, ahol eddig nevettek, ott most ugye csend volt, hiszen nem volt senki a nézőtéren. De hát a mi társulatunk nem csak kitűnő színészekből áll, hanem olyan színészek, akik remekül tudnak, kreatívan tudnak alkalmazkodni egy helyzethez, és én úgy gondolom, hogy egy jó minőségi előadás jött így is létre. Ha jól tudom, a következő stream holnap lesz, ugyanígy a Hotel Mimóza előadást láthatja majd a közönség. Mást is terveznek online formában közvetíteni, más előadást? Igen, itt hat puskázattal, ezt nem tudom helyből. Online premiereket fogunk tartani régi sikeres előadásainkból. Ezek közül például december 17-én a Tanulmány a nőkről, 22-én a 13 almafa, 25-én az ünnephez illően a megfeszített,
és 26-án este is, ezek mind 8 órakor kezdődnek. December 29-én a nagy sikerű Balkán Kobra, ami néhány éve ment óriási sikerrel, és december 31-én pedig a Holló Jankót a gyerekeknek próbálunk ezzel kedveskedni. Januárra tervezzük még a többek között a Vesztegzár a Grand Hotelban, ami szintén egy nagy sikerű előadás volt, illetve a Pszichónak a streamelt változatát. Úgyhogy reméljük, hogy továbbra is ilyen nagy érdeklődés lesz ezek iránt az előadások iránt, a streamelt előadások iránt, és igyekszünk korábbi sikereket is még olyan állapotba hozni, hogy le lehessen adni a nézőinknek. Elég gazdag így ez a repertoár az ünnepekre. Hogyan tudják felfrissíteni az egyes darabokat, hogy ugye régebbieket is elővesznek, és ilyen formában nyújtanak előadást, premiereket a nézőknek? Hát ezek ugye föl vannak véve, mindegyik előadás. Elég jó technikánk van, úgyhogy jó minőségű felvételek vannak, csak nem mindegyik van még összevágva, összerakva úgy, hogy alkalmas legyen a streamelésre, de ezt itt meg tudjuk oldani házon belül a kitűnő szakembereinkkel, úgyhogy csak ehhez kell egy kis idő, de addig, amíg készen vannak, azokat tudjuk adni. És hát azt is elmondom, ami egy óriási dolog, remélem, hogy nagyon fogják szeretni a nézők, hogy tehát ezek online premierek lesznek, amiket elmondtam, de ez után ezeket az előadásokat, aki megkapja hozzá a kódot, nyilván erre jegyet kell venni online, ugye ahogy eddig, azok bármikor megkapják a kódot, és azt bármikor felhasználhatják. Tehát nem kell alkalmazkodni a streamelés időpontjához, hanem a kód alapján ő akár melyik nap rákattint és megnézi az előadást. Természetesen csak egyszer, tehát akkor, amikor rákattint, de azt bármikor megteheti, amikor neki a legjobb, amikor a legjobban ráér, amikor a legjobb kedve van hozzá. Ahogyan korábban említettem, most egy kicsivel jobb helyzetben vannak, mint tavasszal, ugyanis tovább próbálhatnak, viszont mindeközben az internetes oldaluk pedig jobban pörög, mondhatni, mint valaha. Az adventi kalendárium naponta hoz új videókat, verseket és jó kívánságokat. Kinek az ötlete volt ez? Hát ez Szabóné Marcsi ötlete volt, aki a titkárság vezető. Úgyhogy, és hát a marketing csoport is hozzá tartozik, tehát ő ebbe nagyon erősen dolgozik. 26 előadás van, 26 megjelenés, vers, tánc vagy dal, és ez ebben a pillanatban 5 és 10 ezer között van a lekattintás száma, tehát nagyon, nagyon erős, nagyon nagy az érdeklődés, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis kezdeményezés, és nagyon szépen kapcsolódik az ünnephez, ugye ez 26-ig fog tartani, elsőjétől ez 26 produkciót jelent, amit folyamatosan csinálunk a színművészeinkkel. Azon kívül van még itt egy nagyon érdekes dolog, a Star Online, ez most indul, ez egy új sorozat, ez egy kicsit hosszabban, tehát nem ilyen rövid riportok keretében, a hosszabb beszélgetés keretében megpróbálja a színészeinket megmutatni, mint magánembereket. Kérdéseket lehet föltenni online a színészekhez, és azokra válaszolnak, amelyek egy kicsit talán közelebb hozzák az ő személyiségüket a nézőkhöz. Ezen kívül van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék megemlíteni, az ajándék, karácsonyi ajándékkártya, amit szintén meg lehet vásárolni online, és ott föl van sorolva 6 színdarab, amelyek a második fél évben színre kerülnek, vagy már színre kerültek, amelyek közül bármelyiket be lehet váltani. Tehát ez is egy jó ajándékozási lehetőség a karácsonyra, hogy bármilyen felsorolt előadások közül bármelyikre be lehet váltani ezt az ajándékkártyát, lehet választani. Térjünk egy kicsit vissza erre az új kezdeményezésükre, a Star Online-ra. Milyen rendszerességgel jelennek meg ezek az újabb és újabb videók? Kit láthatott először a közönség, és ki lesz a következő? Hát eddig Csomós Lajost és Komárium Anettet látták. Előkészületben van Bartus Gyulával, és aztán szépen a többiekkel is. Hát ezt nem tudok sajnos most ilyen dátumot mondani, mert itt azért elég sok minden van egyszerre,
és a videótáron nagyon nagy a teher, mert sokan, ugye hiszen az egész tevékenység gyakorlatilag az online térben működik jelenleg, de igyekszünk úgy legkésőbb két hetenként egy-egy újabb színészt ebbe belevonni, és megismertetni őket közelebbről a nézőinkkel. Mi alapján állítanak össze egy-egy ilyen bemutatkozást? A színészek mondják el magukról, amit szeretnének, vagy esetleg a közönség teheti fel a kérdéseiket? A közönség teheti fel, persze ennek ez az egyik fontos jellemzője, tehát online lehet kérdéseket föltenni, és akkor azokat ugye, annak is, ahhoz is kell egy kis idő, amik ezek a kérdések bejönnek, ezt földolgozzák, és akkor utána történik a felvétel az adott színésszel, tehát ennek van azért egy átfutási ideje, de természetesen a közönség kérdései. Említette, hogy több ezres nézettsége van az adventi kalendáriumban szereplő videóiknak. Számítottak rá, hogy ekkora sikere lesz? Megmondom őszintén, hogy nem. Nem számítottam rá, de nagyon jól esik, hogy ilyen komoly az érdeklődés a színház iránt, és a színészeink iránt, akik ezt nagyon nagy szeretettel és lelkesedéssel csinálják. A Jókai Színház csatlakozik a Jónak lenni jó akcióhoz is. Hogyan történik majd mindez a gyakorlatban? Hát föltesszük, Kovács Áron viselt egy órát az Alul Semmi című musicalben, és ezt az órát szeretnénk eladni, és ennek a bevételét az autisták javára fordítani, úgyhogy ez most szerveződik, és hamarosan meg lehet tenni rá az ajánlatokat e-mailben. Azon kívül van még egy fontos dolog, amit a minisztérium kezdeményezett, de nagyon szívesen csatlakoztunk hozzá, ez a hulladékgazdálkodás, ami hát persze tulajdonképpen kicsit távol áll a színháztól, de azért mi is megpróbáltunk ebben részt venni, úgyhogy külön szemetes ládákat állítottunk fel a színházban, papírért, a műanyag hulladéknak. Ezen kívül a leselejtezett díszlet anyagból két vadetetőt csináltattunk itt a műhelyünkben. Ezeket majd odaadjuk a megfelelő helyekre, hogy a téli vadetetésnél ezzel egy kicsit segítséget nyújthassunk az állatoknak, akik télen ezen jutnak élelemhez. Tehát elég sok újdonság köszöntött most így a színház életébe, a víruson kívül is, ugye a környezettudatosságra is jobban figyelnek, jótékonysági akcióba is csatlakoztak. Miért tartják mindezeket fontosnak? Hát én úgy gondolom, hogy természetesen a színháznak a legfőbb feladata a minél jobb színházi előadásokat létrehozni, de egy ilyen klassz városban, mint Békés Csaba nem lehet ezzel csak megelégedni, hiszen ez az egyetlen színház itt, és nekünk úgy gondolom, hogy vannak olyan fontos társadalmi feladataink, amiben részt kell vennünk, hiszen a közösségformálásnak ez is egy fontos eleme, és nagyon szívesen segítünk. Hát nyilván ezek segítséget jelentenek, és a színházban dolgozó emberekben van egy természetes vágy és szándék arra, hogy ha tudnak valamiben a munkájuk mellett segíteni, akkor azt szívesen teszik. A próbák zajlanak, a korlátozások előbb-utóbb véget érnek, és bár a bemutatók, ahogy említette, csúszni fognak, mégis hogy gondolja, az idei évadot teljesíteni tudják majd, ha nem is pontosan az eredeti tervek szerint, de mégis hogy látja ön? Hát nehéz erre válaszolni, ugye, mert nagyon kiszámíthatatlan a dolog, de mi úgy készülünk, ahogy a tavaszi leálláskor is, én biztos voltam benne, hogy júniusban újra fogunk indulni, 3 hónap után, és úgy is készültünk, és valóban a leállás felfüggesztése után 2 vagy 3 nappal már játszottunk. Én most is így tervezek, nem 100%, úgyhogy ne vegye senki biztosnak, de én úgy tervezem, hogy talán január végén meg tudjuk tartani a Pezsgős Vacsora bemutatóját, és a Mimózát is tudjuk játszani. Tehát azért dolgozunk most, itt a színházon belül azért próbálunk,
hogy abban a pillanatban, ahogy lehet játszani, mi már azt mondom, hogy szinte másnap már a közönség elé tudunk állni, ha nem is mindennel, de egy-két héten belül akár három produkcióval is, tehát már a felfüggesztés vagy a járvány, a veszélyhelyzet felfüggesztése után egy-két héttel, így értem, tudunk játszani akár három előadást is, és hát úgy szeretnénk, hogy lehetőleg, lehet, hogy egy picit ki kell tolni az évad végét, hogy lehetőleg mindent meg tudjunk csinálni, amit terveztünk el az évadra. A gyerekdaraboknál ott változás van, ott nem tudjuk azokat, amiket terveztünk, mert ott anyagi okok miatt nem tudunk, mert minket is érint anyagilag ez a leállás, tehát nem tudunk akkora produkciókba belevágni, amit terveztünk a gyerek előadások tekintetében, ott megváltoztattuk a műsort, de a nagy színházban a felnőtt előadások és a kamaraszínházi előadások azok, ha minden jól megy, akkor talán teljesülni fognak, ha lehet, egy picit tovább tart, akkor majd az évad vagy őszre halasztjuk az utolsó bemutatót, a májusi bemutatót, lehet, hogy azt arra rá fogunk kényszerülni, de ahogy sikerült a tavaszi leállás után is gyakorlatilag október közepéig mindent behozni, minden méletes előadást megtartani és bepótolni, úgy bízom abban, hogy ha sikerül ez a január végi indulás, akkor talán ezt az évadot is sikerülni fog teljesíteni. Most a vírusnak talán egy pozitív hozadéka lehet az, hogy a színház életében kicsit nyugodtabbak lehetnek az ünnepek, talán kicsit meghittebbek. Otthonaikban fogják tölteni az ünnepi heteket? Természetesen mindenki a családjával fogja tölteni, gondolom. Így tervezik, úgyhogy, de mi is ott leszünk, a színház ott lesz a streamelt előadásaival azoknak az otthonában, akik ezt igénylik és meg akarják nézni a nagy sikerű megfeszített című előadásunkat. Seregi Zoltán igazgató úrnak köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Most pedig lássuk a hét legfontosabb kulturális eseményeit. A 30 éve szabadon, amit lebontottunk című projektben a rendszerváltás helyi és országos eseményeinek emlékére egy installációt alakítottak ki a Petőfi-ligetben. A kiállítás december 1-e és 31-e között tekinthető meg Békés Csabán. A közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásaért közalapítvány delegált képviselője arról beszélt, az installáció azért jött létre, hogy a helyi történelemről és a 30 éve történt rendszerváltásra emlékeztessen. László Bernadett hozzátette, céljuk az is, hogy a helyi fiatalságnak megmutassák azt, a szüleik és a nagyszüleik hogyan lettek szabadok. Minden helyszínen általánosságban hónap elején emelik föl ezeket a Hypercube nevezetű installációkat, és az installáción kívül még egyfajta nyomtatott sajtóterméket is eljuttat a Perfect Media Kft. A helyi középiskolák számára, amelyben természetesen megjelennek azok az elemek, képek, szövegek, amik magán az installáción láthatóak. Az installációt napelemmel szerelték fel, így az ebből nyert energiából világít a sötétben. A grafikai elemek elkészítésében részt vett a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. Az installációt felállító céget mindenben segítette az önkormányzat, amely így került végül a Petőfi-ligetbe. Akkor az volt a célom, és azon gondolkodtunk, hogy hát mi kirakunk olyan információkat, amik akkor történtek, egy erre járó, mondjuk egy fiatal embert, aki akkor még nem élt, nem jön közel, mert hát most politikus. De ha lát egy olyan geget, hogy volt egy az akkori rendszer ideológusának a szobra, amely állt, és utána azt ledöntötték, hogy mekkora elánnal dolgoznak rajta, hogy ez ne lehessen már itt többet. Békés Csabán két szimbolikus helyszíne van a rendszerváltásnak. Az egyik a korábbi Lenin szobor a Szabadság téren, ahol most az első és második világháborús emlékmű található. A másik a mostani Petőfi-liget, ahol egykor a felszabadulási emlékmű állt, egy diadalív tetején egy ötágú szovjet csillaggal. Akkor még Tanácsköztársaság útjának hívták, ma már Andrássy út. Köszönhetően az 1989-90-ben történteknek.
Ezt a diadalívet 1990. április 10-én eltávolították róla a csillagot, és 2001-ben tűnt el maga a monumentális konstrukció, alkotás. Ebben a hónapban még további két helyen, Debrecenben és Mohácson állítják ki az installációt, amely összesen 18 helyszínen lesz látható az országban, Békés Csabán december 31-éig. Ez volt a Művész bejáró. Ha szeretnék megtekinteni korábbi műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!